csapadékot hozó felhők kedden érkeztek Dombóvár térségébe. A havazás változó intenzitással 24 órán keresztül tartott. Frazon Ferenc, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolnavár megyei igazgatóságának üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője elmondta, a téli út üzemeltetési időszakra november elején álltak át. Ezt megelőzően felkészítették a járműveket és a munkatársakat. A havazás előtt elvégezték az ilyenkor szokásos alászórást, majd a síkosságmentesítést és a hóekézést. A munkálatokat kezdetben 22 géppel végezték, majd újabb 21-et vezényeltek az utakra. Közlekedésben komolyabb fennakadás nem volt. Az, hogy ilyenkor lelassul a forgalom, az természetes. Aki megfelelő műszaki állapotú autóval, elsősorban a téli gumira gondolok, és helyesen megválasztott sebességgel közlekedik, az biztonsággal el tud jutni a céljára. Azért kamionok, buszok elakadtak, elsősorban mellékutakon, ők sajnos nem téli gumival voltak ellátva. Az osztályvezető közölte, a szervezet szekszárdi mérnökségén jelenleg 1200 tonna sót tárolnak. Összességében a szekszárdi, tamási és paksi vármegyei mérnökségek sókészlete 2500 tonna. Frazon Ferenc hozzátette, szükség esetén a készletek utánpótlása biztosított.